szó nélkül hagytam, ez tőled nem elég. Nem érdemel azt, nem érdemel azt, hogy szó nélkül elmentél. Nem érdemel azt, nem érdemel azt. Nem érdemel azt, nem érdemel azt, hogy szó nélkül elmentél. Nem érdemel azt, nem érdemel azt. Hogy nem érdemlem azt, nem érdemlem azt, hogy szó nélkül elmentél. Nem érdemlem azt, nem érdemlem azt. Nem érdemlem azt, nem érdemlem azt, hogy szó nélkül elmentél. Nem érdemlem azt, nem érdemlem azt. Igen, ez a Boomerang 2013-ban. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hatalmas érzés itt lenni ezen a udvaron egyáltalán. A színpad az nekünk tulajdonképpen megszokott volt az elmúlt 35 évben, de hát itt a Lici udvarán, ahogy mi hívtuk, nagyon-nagyon rég nem játsztunk. Nagyon örvendek, hogy itt lehetek. Van egy sor dolog, aminek örvendek tulajdonképpen. Fontossági sorrend nélkül elsősorban annak örvendek, hogy van a liceumnak végre pénze egy ilyen rendezvényre, mi sem bizonyítja jobban, hogy meghívta a Boomerangot. Tehát ide. Na, igen. Meg aztán megint örvendek annak, hogy ilyen fantasztikus cuccot látok itt a Licibe, visszagondolok. Nem mindig volt ez így, ezt inkább a fiataloknak mondom, meg azoknak, akiknek kiesett volna a fejéből, hogy voltak ínséges idők zenészeknek itt ebben a liceumban. 74-ben, 75-ben lerődtünk össze ebben az iskolában zenészként. Hát mi azt hittük, zenészek vagyunk, azóta is ezt próbáljuk. Volt egy dobunk, egy, de nem dobfelszerelés, tehát ezt úgy kell érteni, volt egy dobunk, igen. Volt egy otthonról hozott gitárunk, még egy gitár, nem volt basszusgitárunk. Az akkori iskolaigazgatót, Isten nyugtassa, a kis Lajos bácsit, nyaggattuk nap, mint nap a tanári előtt, az igazgatói iroda előtt fityegtünk, hogy kell nekünk egy basszusgitár, az nem volt rá pénz. Egyszer csak lett pénz, és örömmel jött az igazgató, hogy azt a basszusgitárt megvesszük. Szóval így indult a Boomerang, nem ezzel a felállással, hadd emlékezzek meg, nem megemlékezek, csak hiányolom őket, a Jaroszlevics Tibit, Páncél Leventét, Gáspár Álmost, Elemért, Demeter Elemért. Délután itt lesz az egy dolog, most nincs itt. Tehát ezek az emberek mind itt együtt zenéltünk, együtt próbáltunk zenélni, ebben a liceumban végeztek, ebben az iskolában tanultak meg embernek lenni, és azt hiszem, hogy
mindannyiunknak sikerült megállni a helyünket, és ez elsősorban a Licinek köszönhető. 2013-ban a Bumerang, én nem mondom el a Bumerang történetét, szerintem utána lehet olvasni, egyesek azt írják sikertörténet, ezt örömmel olvasom. Mindenképpen egy fantasztikus történet, egy fantasztikus 30 éve tartó élményérzés együtt lenni ezekkel az emberekkel, ezért is fogadtam el nagyon nagy szeretettel Tamás, Nagy Tamás meghívására jó hónappal ezelőtt, azóta is remeg a lábam, azóta nem tudom leállítani a remegésemet, annyira készültem. Lőrinc Imre. Lőrinc Imre később került a Bumerangba, de el se tudtam volna, el se tudnám képzelni, nagyszerű gitárjátéka, emberi hozzáállása nélkül ezt a zenekart. Most köszönöm meg neked azt a néhány évtizedet, amit kibírtál mellettem. Horváth Tibor, szintén második generációs Bumerang tag. Tessék az alapítótak. Horváth György, egyetlen ember, és senki ne sértődjön meg ezért rám, akire azt mondom, hogy a barátom. Neked is köszönöm, hogy mellettem voltál, mellettem vagy. És a basszusgitáros örökké problémás volt most, de most nem hogy problémás, hanem váltogattuk egymást, én is bőgőztem, imádtam azt a korszakot, meg minden, basszusgitároztam. Kecsi, segít be most nekünk, tapsot neki, mert olyan ügyesen csinálja most, az előpróbán egy kicsit belehallgattam. Úgyhogy most így próbálunk egy kicsit nosztalgiázni, emlékezni, lábat remegtetni, és persze zenélni még vagy 5-6 percet nektek. Thank you.
táncoltam a gitár improvizációk alatt, tehát remegő térdel ez nem megy. Úgyhogy elnézést, a táncprodukció ma elmaradt. Ezeket a dalokat tulajdonképpen jó 30 évvel ezelőtt írtuk, hoztuk össze általában tornaórákon itt az udvaron, mert az igazi fiúk fociztak, mi meg igazi lányoknak énekeltük ezeket a dalokat. Micsoda szép idők, de jó itt lenni. Mit játszunk? Ezt az emlékének. Hát nem tudom, Gabriella most ezen a pillanatban nincs ezen az udvaron, de hát minden idő Gabriellainak emlékének. Mesélj egy szép emlékről, mondd el, ki tett jót veled, s ki vagyok én neked, ki vagyok én neked. Mondd el, hogy volt egy hosszú nyár, és voltak szép napok, szabadok voltunk, mint két madár, s ez úgy szép, ha szép marad, úgy szép, ha szép marad. Mondd el, merre jártunk. Egy boldog percről, mesélj egy szép emlékről, mondd el, ki tett jót veled, és ki vagyok én neked, ki vagyok én neked. Mondd el, hogy volt egy hosszú nyár, és voltak szép napok, szabadok voltunk, mint két madár, s ez úgy szép, ha szép marad, úgy szép, ha szép marad. Mondd el, merre jártunk.
az idő látszik rajtatok, de... Jó, jó, ja, persze, rajtatok, hát nem látom magam, visszanézem. Ígyunk sört. Hideg van, eső előtt vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon régi, tulajdonképpen egy himnusz. Azt mondják, újabban a kismisin is ezt játsszák, úgyhogy próbáljátok meg ti is. Korán reggel betértem egy füstös kis ivóba. Igen. És a kocsmárosnak azt mondta, egy sört az asztalomra. A kocsma előtt várt, s én nagyon sajnáltam. Csaplárosnak mondtam, öreg srác, na, egy sört a lovamnak. Csuklott a lovam télbe már, akár jó magam. Mikor hazaértem, szidott az asszony. Hát nem szégyellem magam! Egész nap, még nem teszek semmit, de ezt engem nem érdekel. Az sem bánt, ha a sörömet a lovam vissza meg. Köszönöm, jó volt. Itt voltatok velem, velünk ez látszott. Ez volt a mi kis rövid műsorunk. 30 év múlva találk. Tudom. Tudom. Ne, figyelj meg. Szemorvosom mondta, néhány nappal ezelőtt volt egy kis problémám. Nem tudom, még mindig tele volt a szemem hülyeséggel, most valami foltokkal az. Azt mondta, hogy István magán látszik, hogy élte az életet. Tehát ennél szebbet, ennél jobbat orvostól hallani szerintem. Én kezet csókoltam neki. Igen, igen, azt már a beszédem elején elmondtam, hogy nagyszerű életérzés volt, és továbbra is az, ezekkel az emberekkel együtt lenni, veletek együtt lenni, tanáraimmal, tanárainkkal együtt lenni, és a előttünk való kis zenekar alatt, majd, hogy nem, hát igen, az ember vénül a könycsatornái gyengébbek, és úgy beleképzeltem önmagamat, meg bennünket ezelőtt 30 évvel. Higgyétek el, egy pillanat. Tudom, aki fiatal lesz, illetve fiatalabb, nem tudja felfogni, de én most már igen, főleg egy ilyen kis intőjel, amit kaptam a fennvalótól,
arra ösztönöz, hogy ezeket a találkozókat ne hagyjátok ki, és ti is éljétek az életeket, természetesen egyik végig csak a gyertyának valahogy. Volt nekünk egy nagyon szép felvételünk Páncél Levente barátommal, bárhol legyél, Isten tartson téged is sokáig, nem tudom hol van, mindegy. Svédországban van. Tele van velünk a világ. Nem érdekel, hogy holnap mi vár rám, egy ilyen, és mit próbáltunk mi megfogalmazni, és végül arra a rövid mondatra szorítkoztunk le a végén, hogy csak a dal szóljon tovább. Köszönjük szépen!